Együttműködő partnerünk a Headland Plus Kft. Harmonikus növénytáplálás. Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. Együttműködő partnerünk a Viva Natura. Félelem nélkül a végsebesség hajt! Arra vágyom, most is keresem a bajt! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Ez a Félelem nélkül a Spiller TV autó és motorsport magazinja. Nézzük a tartalomjegyzéket! Meccsek rally, illetve szokásos autóteszt rovat. Tartsatok velünk, tartsanak velünk! Ez a Félelem nélkül! Érdi Tibi, Meccsek Rally Historic EB, idei tervek, nem könnyű a feladat. Az elsőn leszaladtok egész jól, a második egy kicsit furcsa. Nekem a legfurcsább, és vissza is néztem a belső felvételt, hogy reális-e. Az időnk, amit kaptunk, az reális. Nem tudom, hol mentek gyorsabban a többiek. Új a motor, érzése jól megy, lehet, hogy ott van valami. Nem tudom, majd megpróbálunk egy kicsit rápattani. Ez a 7 gangos váltó okoz problémát? Nem, most már nem. Tehát az évelején voltak problémáim vele, kapott egy új sort, és most üzemel, mint a Schaffhausen. Nagyon jó. Olyan, mintha valahol külföldön lennénk. Tehát annyira elszoktam az itthoni dolgoktól, hogy egy vagyok a többi külföldi közül. Péter, Historic EB, 55. meccsek, azt gondolom minden a helyén. Az autó nagyon jó, soha nem volt még ilyen jó. Navigátor tökéletes, tapasztalt pécsi. És a mezőny mennyire kemény? Hát így talán nagyon érdekes, mert a mezőnynek darabszámban mondjuk a fele van itt, de az első 15-ből mindenki, tehát tipikus. De jó, hogy megjöttünk, igen, itt vagyunk. Úgyhogy a kategória is érdekes, mert 21-en voltak, vagy neveztek talán EB-be, és az a 11 a mi kategóriánk. Sikerül beletalálni és beleválasztani az egészbe. Igen. Mi lehet a reális cél? Hát én úgy érzem, hogyha ne agyisten 10-en belülre lopakodnánk abszolútban, akkor nagyon elégedett lennék. Bátya, vigyétek célba, ez a legfontosabb, épségben, egészségben, nem ér belőle gombócot csinálni. Oké. Zsírpapa, Historic EB, Historic OB, 55. Meccsek Rally. Ez hanyadik számod? Ez nekem Meccsek Rally. Hát 30. Ez 92 óta, 32. Hát akkor jó reggelt, megértük, én is 92. Akkor a pályák sem okoznak óriási problémát. Nem, a pályákkal nincs baj, inkább az, hogy gyakorlatilag annyira felhordásos az egész, hogy csúszkálunk. Nagyon csúszkálunk, de ez adja ki a rallinak a lényegét, tehát a feelingét, meg úgy mindent, tehát jó, vagy négyszer majdnem leestem a pályára, de seggel jövünk lefelé. És széles kerék, ugye? Nem, az most lesz majd a széles kerék, mert még jobban csúszni akarok. És igazából Messesnek volt egy kis problémája, mondta, hogy na, most már azért tényleg észre. Gyakorlatilag azt mondom neked, hogy ha meccsek, kimondod azt, hogy meccsek velük. Akkor itthon vagy. És félelem nélkül. Árok partján. Meséljünk a pályákról, mi a dörgés most a Historic verzióban? Jó pályák vannak, mondjuk a mai pályák nem a kedvenceim, de megmondták a csapat, ha ezt lehet csúnyát mondani? Jó. Engede! Ha ezt elb***om, akkor elvernek. Felejtsük ezt a hozzáállást. Úgyhogy mentem egy jót. Ugye elsőre sikerült egy abszolút hetedik időt jönni, az nem olyan rossz, a második egy kicsit gyengébb lett, de ott rosszul lettem a közepén, mert olyan meleg volt a kocsiból, hogy egyszer majdnem kidőltem, illetve a végén úgy dőltem ki a kocsiból, hogy akkor most itt nagyon jó. Nem csodálom egyébként, mert iszonyatos hőség van, de megvan a meccseknek a szépsége, meg a varázsa. Célba kell vinni, Zsolt, én azt hiszem, a Historic mindig is összetartó kis brigád volt, megjött Kanyik Fater is, úgyhogy sok sikert kívánunk, találkozunk a célban. Rendben, köszi.
voltak kalandok. Az első gyorsasági tökéletes volt, hibátlan volt, szerintem jól le is jöttünk. A másodikon emelkedőn van a rajt, kézifékkel rásegítek a rajtnál, hogy ennek uruljak, és 64 éves vagyok hülye fejjel, beakadt a racsni, és nem tudtam először, hogy 3 kilométert fölfelé, miért nem akar menni. Összes műszer kiakadt, füstöl még az édes jó nénikéje is. Eszembe jutott, hogy nyúlkálok lefelé, de hát úgy oda kéne nézni, de hát azért ugye mentünk a pályán. Lényeg a lényeg, hogy egy ilyen másfél percet összeszedtünk, főleg azzal, hogy amikor ezt megtaláltam, és akkor mentünk fölfelé, hát még mindenki volt akadva, tudod? És amíg visszahűl, mondom, elmegyek az elágig, ott kiállok, de addigra visszahűlt, szépen meglódult, és akkor így lejöttünk, de hát azért szedtünk össze szépen minimum egy ilyen egy-másfél percet ezzel. De hát hosszú a verseny. Meg figyelj, jó idő, itt vagyunk a meccsekben, tradicionális raliváros, itt vannak a trabantok is. Mi kell még, fater? Semmi, megvan boldogság. A család, és kész, megyek, itt vagyok 64 éves, legalább nem a pályaszéléről csurog a nyálam. Mindenkem. Ott ülök benne, aztán kész. Most. Van valami kis revízió? Belejött valami kis hangocska. Ami, kis verébe költözött? Ami szokatlan egy ilyen motorba, meg ebbe az autóba. Mindegy, megoldjuk. Jóci, ez nem néz ki jól. Nem néz ki jól, de nincs nagy baj. Meg fogjuk oldani. Van egy nagyszerű csapatom, akik úgy gondolom, hogy uralják a helyzetet. Nem úgy, mint te? Nem úgy, mint én. Én is uralom, csak hát ilyen ez a rally sport, erre nem tudom mondani. De ez benne van ebben a történetben, van lehetőségetek szuperralizni tovább menni? Van, persze, úgyhogy átbeszéltük itt az etapon a Csabával a folytatást. Természetesen nem vagyunk fel, ez egy probléma, amit meg kell oldanunk, meg fogjuk oldani, és holnap megyünk tovább. Cél van a cél. Így van. A vér nem válik vízé, igazából beszélgettem apukáddal, vagy lehet, hogy nem is az ő fia vagy, mert azért egy elég komolyat lesz hallottál most így hirtelen. Igen, apukád... valamit anyámtól örököltem. Júj. Na mindegy, engedjük el. Nagyon komoly kis verseny, nagyon komoly pályákkal, tradicionális, és azért ebből látszik, hogy ezzel a kis autóval is oda lehet férni, ha ezt precízen pontosan nem lehet lefűzni. Igen, hát ez egy lendületautó, ezt már párszor megbeszéltük, lehet vele gyorsan menni, remélem gyorsulok még körről körre. Nagyon élvezem, egyelőre a tapasztalatgyűjtés a cél, azon rajta vagyunk, úgyhogy eddig jól állunk szerintem. Pályák állaga, teljesítmény. Hát az még most jó volt a pályák állaga, mert most gondolom lehancurkázzák az ORB-t. Lehancurkázzák! Sötétben már biztos jó lesz kalandosabb, de most sem volt kaland nélküli. Csúsztunk kicsit ide, kicsit oda, de jó. Szuper, minden jó, amúgy tetszik. Figyelj, hanyadik évet alatt te is? Azt nem tudom kiszámolni, de 44 éve járok ide meccsekre. Akkor 16 éves voltam, úgyhogy elég régóta. Pater, hozzátok célba, ez a legfontosabb. Úgy a pécsi volán miatt? Ördög és pokol, itt van Szokol. Itt van Szokol, sziasztok. Hát most Szokol, most ez a név, mert megint váltót kell cserélnünk, a kettes kapcsolóköröm letört, ugyanakkor dadog, melegszik, nem tudom én, és körülbelül van hát 20 percünk se. Nem tudom, mire sírva tudnék kakadni. Jaj, hagyjon már ezt a hiszét. Ja, bocs, ja, azt hittem, hogy ez színész. Nem, casting? Nem. Mert a castingen van rajta. Nem, ez egy autós sportmagazin, ja, tehát arról beszélj, hogy mennyire élveztétek a gyorságit, még akkor is a váltót kell cserélni. Nagyon jó volt, a balut visszafogtam a boldog kör alli után, amikor beseggeltünk a villanyoszlopba. Igen, emlékszem rá? Úgyhogy többször is mondtam neki, hogy oh, mondom, túl izé van, take it easy. Bírod az angolt? Aha, yes, elköltöztem kicsit, aztán visszajöttem is azokat. Két nap múlva is accent, a bicent, megjön az accent, ugye. Úgyhogy... Szóval nagyon jó minden izé, hát az a dadogása, meg melegszik a motor, az nem baj, melegszik a motor egyébként, mindegy. Oké, ne menj el, te csibész, a miattad jöttem ide, te betyár, becsaptál, olyan vagy, mint a többi.
Márko, mondanám, hogy duplán látok, de nem. Kész lett. Kész lett, igen. Nagy nehezen, sokat éjszakáztunk, de hála Istennek kész lett. Viszont elveszítetted magad mellől így a Jombay miatt. De viszont nagyon boldog vagyok, hogy végre vezethet, mert ott érzi magát otthon, úgyhogy örülök neki, hogy végre mehet. Megvan az egész csapat, én azt gondolom, ezért jöttetek. Meses Rally egy tradicionális verseny. Én is indultam itt 94-ben, 95 környékén, tehát azért az majdnem 30 éve. Hozzátok célba, Fate. Úgy lesz, reméljük. Csak a nézőknek autózol, viszont már mellett ki kell tűnöd. Próbálok a nézőknek autózni, nem sikerül. Bocsánat, nagyon béna vagyok, nagyon, nagyon kezdőnek érzem magamat. Nézőknek fogok autózni, össze kell szednem magam. Az autó nagyon jó, de vannak gyerekbetegségeim, most megoldjuk, megcsináljuk, és szerintem a holnapi nap fogunk tudni igazából autózni, ami szeretnénk. Apa, azt mondta, és bocsánat, mert semmi, mennetek kell, már hallottam az információt, menni kell! Köszönjük szépen! Az első meccsekre, amikor indultál, szerintem a Szelika volt, amit bedobtál az árokba, nem? De. De szép emléke. Király, hogy te, de tudsz. De nem? Tudsz. Igazi jó riporter. Ha egyből bekérdez, és aztán majd megy a badogásra. És az 95? Ezt tudod, mikor volt? Ez 2002-ben. Hosszú lesz a mai nap, és hosszú lesz a holnap is. Persze ez egy nehéz verseny, ez végre rally versenyt látnak itt a nézők a meccsekben. Most van 24 másodperc hátrányunk, ami azért sok, de a büntetéssel együtt, tehát igazából csak 14. Tehát tempóból nem vagyunk azért olyan rosszak. Nyilván most nem dominálunk, de ez a negyedik helyet most nem lesz büntetéssel együtt. Lassan járj, tovább érsz, és ne felejtsük el, hogy a Széchenyi téren vannak Trabantok. Így van. Ugye? Több is. Megdobogatja a szívünket. Vici? Vici. Köszönöm. Köszönöm. Hol és se teljesen ki van. Na miért? Megviselt ez a két gyors, meg egy rajtceremónia? Teljesen. Hát ez nem mondom azt, hogy komfortzónák kívüli, mert ez több annál. Na mi történt? Hát nem tudom, hogy most viszem a szemüveget, mert ilyen keskenynek láttam a pályát, és sehol nem akartam elférni. És mondom, ez nem. Lógatjuk? Dehogy lógatjuk, az orrunkat. Mikor volt az első meccsek rajta, amikor itt indultál? 25 éve. Számoljunk. 95-6. 95-6. És az mi volt az rendesség? Nézd! Kérlek szépen egy szombati nap volt. Igen? Ilyen idő volt. Rendesség, nézd, még a kocka. Azért volt, ugye? Ne, Swift, dehogy. Swift, kocka Swift. Persze. Nem, gömbölyű. Hát az egyes Swift. Az egyes Swift, nem a gömbölyű, a kocka, aminek ilyen kocka volt a hátulja. Abból, ha neked volt GTI-d vagy? GTI. Á, menj, menj. Tehát akkor vagány voltam, akkor még tudtam gyorsan menni. Lehet, hogy most megverném magamat a... Figyelj, az őszintességet szeretem. Jó. Cél a cél. És az a baj, hogy ez tényleg őszintesség. És ez tényleg az. Nem poén. Ez tényleg az. Visszajönnénk egy egyes GTI-be, azt olyat szaladnánk, apa. Mekkora királyság lenne? Itt a jövőkép. Olli, Kővári, GTI... Nyugger Rally Team. Én vezetek, te navigálsz. Nem. Olli és Sasával dumáltam, hogy ő 95 környékén ment itt kocka GTI Swift-tel. Én 94-ben. Én 93-ban Trabanttal. És a rajtceremónián vannak Trabantok. És azt mondta Sasa, hogy mi vagyunk a Nyugger Club. Igen. Ez igaz. Nem hazudott. Ehhez képest... 30. szezon. Ehhez képest itt van a VRC, itt van a tömeg. Robi, milyen belül? Öreg ember, nem én ember. Hát ezt már megmondták a sokkal okosabbat is. Népi hagyomány. Túl vagytok a teszten is, újraépült az autó, és te vagy az, aki visszahoztad a sokt. Remélem, hogy így van. Megteszek érte mindent, hogy a nézőknek ez tetszen, amit csinálunk. Igazából tök jó feldobott vagyok, nem fáradtam még el. Élvezem, nem zavar a meleg. Robertem tökéletesen navigál, mint mindig. Úgyhogy minden a helyén. Szeretném azt, hogyha tényleg boldog embereket látnék a szervizparkban, meg jó estek utána az SMS-ek is, meg az e-mailek. Egy nagy tapsot kérünk Bótó Robinak! Köszönjük szépen! Túl vagyunk két gyorsan rajtszeremónián, most következik egy újabb kör.
Hát nekünk ugye Dunakanyon kifeküdt a motor a végére, két hengerrel értünk be a célba, valószínűleg az utolsó körben már volt gond, most egy új motorunk van, és nem tudjuk, hogy mi ölte meg, úgyhogy utcai benzinnel megyünk. Ez nagyon érezhető, tehát olyan, mintha egy teljesen más kávéházban ülnék, hogy Kővári Barnásban fogalmazzak. Ettől függetlenül élvezzük, de hát nagyon sokat kapunk, tehát azt mondom, hogy ezek a Honda motoros ladák megvertek az első gyorsan, akkor nem kell sokat mondanom, tehát hogy valami nem jó. Valószínűleg velem is van baj, de úgy az egész valahogy nem oké, úgyhogy majd most megpróbálunk valamit kitalálni, hogy mi lehet, és bízom benne, hogy jobb lesz. A második egy gyors már egy kicsit szálltosabb volt, de igazán a kigyorsításoknál hiányzik az erő, úgyhogy ez lehet, hogy a benzinből van, lehet, hogy Jófer Zsoltiból hiányzik. Zsolti, hozzátok célba, legyen meg az, hogy felálltok a Széchenyi téren a céldobogóra, ahol most jelen pillanatban itt vannak, Trabantok! De milyen szépek, és le is fotóztam őket. Költ már ráfét! Apa, sok sikert! Mi a helyzet az autócskával? Jó défit sikerült találni? Igen, mondhatnám, hogy minden rendben, de nem. Most alakul. Egyébként az első gyorsan, hogyha a Butorobi VLC-t kiveszünk, akkor ötödik időt jöttünk, ami főleg, hogy ez a feked nem nagyon szokott megmenni, ahhoz képest kifejezetten jó. Itt Pécsváradon át kaptattam egy ilyen útszéli gumin, és akkor az valamit itt a szervóba elrendezett, aztán spriccelt az olaj szélvédőre, minden volt, és akkor ott egy kicsit visszavettünk, de az se volt vállalhatatlan. Úgyhogy most még egyszer ugyanez a kör van, de igazából a holnapi nap az, ami igazán mozgatja a fantáziánkat, mert azért Árpád-tetőt nagyon szeretjük, meg a 70 is egy nagyon jó gyorsaság. Úgyhogy... Mindig tradicionális, és most a rajtszeremónián mik voltak? Trabantok! Igen, úgyhogy... Cél a cél, bátya! Na, köszönjük szépen! Rád akart az zárni az ajtót? Rám. Sikerült? Olyan jó navigátor, hogy nem... Nem szállhatsz ki. Nem. Hogy igen, útba volt a fa. Na. Úgyhogy, de amúgy minden rendben volt. Első kérdésem az volt, hogy futókő rendben van rendben, akkor megyünk. Kerék van alatta? Kerék van alatta? Ja, klasszikust idézve. Hanyadik szezon ez? 19. És a meccsekben való indulás mikor volt az első? Apa, biztos, hogy 90-es évek. Nem, 2000. Később? Milyen kis ifjú titán vagy? Hát neki nem, neki a 90-es neki, évek. És neked? 2000 plusz. Ja, valahogy. Hosszú játék lesz ez. És mik voltak a rajdobogó előtt? Milyen autók? Ha nem ettél észre őket, hát őszom. Ja, most! Azt hittem a 2000-es években. Nem, most! Most itt ez gyors váltás. Hát, kézzel ők lettek volna, hát rabik voltak. A szívemnek. Szvájták. Memory. Na, te meg memorizáld a pályát, és hozzátok célba, jó? Apa, vigyázz magadra. Hiszen közös haverunk, Olivier! A rovat támogatója a Duna Auto, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. A félelem nélkülben természetesen folytatódik az autóteszt rovatunk, mégpedig egy szakértő kollégával, Láncos Robival, aki imádja, szereti, tiszteli a Cuprát. Mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy Cupra guru. Na, milyen autó mellett állunk? Köszöntöm a kedves nézőket, ez egy Cupra Formentor, annak is a belépő szintű változata, ami a motorizáltságot jelenti. Ez egy 1,5 literes turbófeltöltéses 150 lóerős motor, ez már sokaknak ismerős lehet, a koncern többi márkájában is megtekinthető. Szóval egy belépő szintű motor, de csak a motor, ezt ezért hangsúlyoztam ki, az extrákat tekintve nem. Ugye a Formentornak nagy előnye az, hogy akinek nem kell az erősebbik változat, vagy erősebb változatok, megveheti az alap 150 lóerős kivitelt, de ugyanazokat az extrákat belekérheti, mint mondjuk teszem azt a VZ310-es csúcsváltozatba. Gyorsan pár dolgot azért mondjunk el, hogy mit található az autóban. Tökösség. Na, akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez a valóságban. Na nézzük akkor, Robi, hogy mit tud az 1.5 turbó. Megindulunk, ez egy 7 fokozatú dupla kuplungos váltó van ebbe az autóba. Az jó. Abszolút teszi a dolgát, mondjuk így. De hát a DSG-kkel igazából nem volt gond, mindig arról volt híres, villámgyorsan vált, nem érezzük, hogy vált. Szépen dolgozik.
szépen csinálja. Meg jó az ülés pozíciónk, tehát hát azt gondolom, hogy itt a helyünkön vagyunk, ugye, amióta ugye a meg is jöttünk, igen, tehát hogy amióta a Cupra lett, és ugye külön vált, mint kvázi sportmárka, azért ez látszódik ugye a varrásokon, a levegőbelépő rostélyon, az üléspozíción, a kiképzéseken, ez egészen a kormány ugye lapítva van alul, mint egy ilyen kis gokártos feeling, meg hát ott az embléma előtted. Igen, két darab C betű, vagy törzsi bálvány, most már sokfélét mondanak rá. Maga a vezetés része teljesen jó vezetni, nagyon jó, nyilván ezt mindig is meg tudták jól csinálni a futóművet, ez most is így van, meg az egész hajtáslánc jól van kalibrálva. Az érintő kijelző. Nagyon jó a szoftver, most már, tehát rendben van, nem a szoftveres része, hanem az, hogy tényleg a klímától kezdve mindent felpakoltak a kijelzőre. Szerintem van az a generáció, vagyis nagyon sokan vannak azok abban a korban, akiknek ez zavaró lehet. Maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, mert én is analóg gyerek vagyok ebben a digitális világban. Igen, szeretjük a kapcsolókat, főleg ha jó minőségű kapcsolókat. Nyomkodni! Nincs! És nincs. Különben a kijelző aljára szerintem ezzel a rendkívül látványos rézkerettel meg lehetett volna csinálni. Más márkától ismerős lesz, most nem mondom ki, de fém zongora billentyűkkel, olyan rézszínűn színnel. Szerintem gyönyörűen nézett volna ki, tehát még minőséget is növelt volna rajta. Majd talán egy ráncfelvarrás, ezt orvosolja, meglátjuk. Frutizunk már egyet, hogy mi a dörgés, tehát így parkettázunk már meg egy picit ezt az egyet turbot, jó? Mert azt szeretjük tudni, és már túlléptük azt a határt, amit kellett volna, úgyhogy lassuljunk meg egy picit, Robi, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem csak a szakmai hozzáértésed van meg, hanem a vezetési tudásod is, de azért egy komolyabb motorizáltsággal ellátott verzióval még inkább jobban tudnánk hasítani. Igen, ez igaz, de ez szerintem a 90%-ra nem kell amúgy több. Aha. 150 lónál, és szerintem ezt nagyon sok ember nem ismeri be magának. Igen, azt hiszik, hogy majd a 300 lóerre sem használja ki. Soha. Tehát, és hogy egyébként a 90-nel megcsúszik, nem tudja összeszedni. Így van, mert a képzés megint meg hozzá. Mi a fogyasztásunk? Ez 6,7. Vegyesbe ezzel az autóval, max 7, de ez a vegyes, ebbe van város, előváros, autópályán olyan 6-6-2. Jó, nem mondjuk ki az árát, de nagyságrendileg hova van pozícionálva? Jó helyre, vagy rossz helyre? Még jó helyre. Még? Most már minden drága, sajnos, meg egyre drágább lesz minden. Igen? De egyébként alapvetően azt, amit tud felhozatalban az autó, azt igazából ugyanazt, mint a többiek, csak egy kicsit egyedibb stílusba, kicsit egyedibb köntösbe, tehát igazából az árazásával nincs probléma. Ennyi volt a Cupra tesztje itt a Félelem Nélkülben a Spiller TV műsorán. Viszontlátásra! A rovat támogatója a Duna Auto, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Ennyi fért mai adásunkba, ez a Félelem Nélkül, a Spiller autó és motorsport magazinja. Adásunkat visszanézhetitek a TV2 Play-en, illetve a saját YouTube csatornánkon is. Viszlát mindenkinek, minden jót kívánok! Műsorunk további együttműködő partnerei.